Kissé még félve léptek színpadra a legifjabb növendékek a Menner Bernát szóló hangszeres verseny délelőttjén, csak az általános iskoláskorú nevezők több mint 20-an jelentkeztek a megmérettetésre, délután már a nagyobbaké volt a színpad. Ocskai László, a Tatai Zeneiskola volt igazgatójának kezdeményezésére indult el a verseny, immár 30 évvel ezelőtt, a kezdeti célokat messze túlszárnyalva a megye minden művészeti iskolája számon tartja az eseményt. Nagyon-nagyon sok versenyzőnk van, nagy örömünkre. A környékzeneiskolái, a megyezeneiskolái felvállalták, hogy megjelennek ezen a 30. jubileumi Menner és Vince versenyen. A délelőtt folyamán 23 versenyző, a délután pedig 15 versenyző fog ringbe szállni, hogy úgy mondjuk. És a hagyomány, tisztelet, az bennünket is kötelez, és a név, hogy Menner Bernát Zeneiskola vagyunk, kötelez bennünket arra, hogy ezt a hagyatékot méltóképpen őrizzük, és nagy örömünkre szolgál, hogy délután Menner Judit is ellátogat hozzánk, illetve délutánra megérkezik a Vince család. Bár még nagyon fiatalok, a tanárok szerint a színpadon való szereplést jobb minél hamarabb megszokniuk a gyerekeknek, sok olyan tehetség van közöttük, akik előtt a zenei pálya is nyitva állhat, sok-sok órányi gyakorlás áll a produkciók mögött. Ez több mindenből adódik, illetve tevődik össze, elsősorban a gyereknek a hozzáállásán, hogy mennyit gyakorol, mennyire érdekli a zene, és hogy mennyire szeretné megmutatni azt, hogy ő valójában mit tud a hangszerén produkálni. Hát Istennek nagyon jó adottságú gyerekeim vannak, itt a növendékeim, és szerintem 90%-a élhal a hangszerét, és ez a legfontosabb. Jelen pillanatban 2 kis kürtös fiút hoztam magammal, mind a ketten Tarjáni tagozaton tanulnak, és a Tatabányi Erjelkel Ferenc Zeneiskola növendékei. A versenynek idén is voltak kritériumai, a gyerekeknek 2 darabbal kellett jelentkezniük. Általában korszakokban szokták meghatározni, hogy a klasszikus korból mindenképpen legyen egy zenemű, jelen pillanatban ugye így volt, illetve mellette szabadon választott, az bármilyen korszakból lehetett. Versenyzők, iskolaigazgatók, felkészítők találkoznak évről évre Tatán, így a verseny szakmai fórum is egyben. Idén sem volt olyan művészeti iskola a környéken, akiknek legalább egy növendéke ne jelentkezett volna.